Soron kívül ülésezik ma a Nagy Kanizsa képviselő testülete. A közgyűlésen egy a Kanizsa arénához kapcsolódó pontról lesz szó. Az egyeztetésről a Kanizsa újsághu jelentkezünk percről percre rovatunkkal, valamint a felszólalásokat a Youtube csatornánkon visszahallgathatják. Élő közvetítés a polgármesteri hivatal tárgyalójának méretei miatt nem lesz. Október 7-én tartottak legutóbb soron kívül ülést a képviselők, azon a tanácskozáson is napirenden volt az aréna üzleti terve, amely szemelvén jó eséllyel a mai gyűlés apropóját is adja. Akkor Horváth Játszint elmondta, a kezdeti lépést megadták a szeptemberben megítélt 10 millióval, ugyanakkor még számos kérdésben kell egyeztetniük Fitos Istvánnal, a létesítmény ügyvezetőjével. Az októberi sorosülés napi közül aztán levették az üzleti tervet. Balag László nagy kanizsa polgármester akkori felszólalásában kiemelte, reméli nem időhúzásról van szó. Úgy tűnik a szerdai tanácskozáson pont kerül az ügy végére, amire már csak azért is jó esély van, hiszen meg nem erősített információink szerint, ugyanis a Kanizsa Médiaház egyelőre meghívót, sem írott, sem elektronikus formában nem kapott, december 4-én tartják a Kanizsa Aréna hivatalos átadóját.